Június 3-án, 4-én Tatabányán lesz a LEGO Robot világverseny nemzeti bajnoksága. A LEGO Robot, a világverseny, a nemzeti bajnokság egy tanulmányi verseny, vagy egy játékverseny? Mind a kettő. Játékverseny, de a játék az lehet nagyon komoly, mint ahogy egy olimpián is. Már nem biztos, hogy csak a játékról szól, hanem nagyon-nagyon felkészült csapatmunkát igénylő hosszas időszak betetőzése az olimpiai döntő. Itt is ugyanerről van szó, még hogyha a nemzeti forduló kerül is most megrendezésre itt a Tatabányán. Mikor találkoztál először a LEGO Robot módszerrel? 2 évvel ezelőtt, amikor a főiskola először rendezte meg a World Robot Olimpiád nemzeti fordulóját, megnyertük ennek a versenynek a rendezési jogát egyedül Magyarországon. Ez egy több évre visszamenő nemzetközi verseny és egyben oktatási program is, hogy a fiatalokat minél kisebb korban a műszaki, informatikai tudásba vezesse be játékos módon az oktatás. Erre a gyakorlati életből olyan kihívásokat fogalmaznak meg, ami mindenki életét érinti, és a környezettudatos nevelést, vagy a társadalmi felelősségvállalást célozzák meg. Például az elmúlt évben kincskereső robotokat kellett építeni, az idejében hulladék gazdálkodással kapcsolatos a kihívás, de az egészséggel kapcsolatos robotok is léteznek, tehát az, hogy egy robotot mire használunk fel, az annak csak a gondolat szabhatárt, az pedig végtelen. Tehát az, hogy a mezőgazdaságban használják-e a robotokat, vagy az egészségügyben végeznek vele akár mozgással, akár operációkat, akár ilyen RAI intelligenciát, hogyha kutatunk, nagyon-nagyon szerteágazó, hogy mire használják ezeket a robotokat. Azt tudjuk mindannyian, hogy a LEGO az rendkívül fejleszti a kreativitást. A gyerekek pont úgy szeretnek játszani vele, mint a felnőttek. Ez a fajta LEGO azonban egy kicsit más. Igen, azért, mert ezek a LEGO-k, ezek programozhatóak, tehát egy vezérlőegység van bennük, és programokat írnak a gyerekek erre, tehát alapvetően kommunikálnak a géppel. Igaz, hogy a versenyeken ez a fajta kommunikáció, ez már csak úgy lehet, hogy előre megírják a programot, és a küldetések végrehajtásánál a robotmenetkörök elején már csak meg lehet nyomni a start gombot, és a robotnak programból kell végrehajtani az adott kihívást. Hogyan használható ez az oktatásban? Egészen kicsi kortól kezdve már játékos formában lehet bevezetni a gyerekeket az algoritmikus gondolkodásra, illetve a programozásra, hogy milyen programnyelven írja a gyerek az első programját, az talán nem is annyira fontos, mint az, hogy azt a fajta gondolkodásmódot elsajátítsa, amit egy ilyen, mint amit a programozás igényel. Ez milyen fajta gondolkodásmód? Miért fontos, hogy ebben is felkészült legyen? A problémákat nagyon jól meg kell fogalmazni. A megoldásra tudni kell, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésére, tehát meg kell építeni azt a robotot. Tudni kell a robotnak, hogy milyen motorjai, szenzorjai vannak, tehát mik azok az erőforrások, amiből építkezhet, és tudni kell, hogy gondolatilag milyen szinten van egy gyerek programozásban, hogy képes-e az adott eszközökkel végrehajtani egy kihívást. Nyilván a mentoroknak ebben nagy szerepe van,
hogy mennyi az, amit a mechanika fog tudni, és mennyi az, amit a program fog tudni egy ilyen kihívás megoldásánál. Mennyi tantárgyat kell átlátnia annak a gyereknek? Mennyi tantárnak a tanításában vagy tanulásában segít a LEGO Robot program? Mivel a nevelés és oktatás annyira komplex, ezért nem diszkréten fogalmaznám meg, hogy tantárgyakra lebontva, hanem mint szemléletmódot és kompetenciákat. Tehát a matematika, fizika, informatika mellett a kommunikációnak, a csapatban való dolgozásnak, vagy akár hogyha azt mondom, hogy a bizalomnak egymás iránt, hogy egy ilyen kihívás megoldásánál nem lehet egyedül dolgozni. Tehát egy csapatban kell, hogy legyen egy konstruktőr, kell, hogy legyen egy programozó, amiben mindegyik másban erős, és kommunikáció nélkül nem megy. Hát többen többek vagyunk, és senki nem lehet egyedül jobb, mint sokan együtt. Tehát mindenki valamit beadhat a közösbe, és hogyha ez jól van kommunikálva, akkor a csapat az sokkal jobban tud együtt funkcionálni, mint egyedül egy ember. Ez azt jelenti, hogy az oktatás során, tehát effektíve az órák során is csapatban dolgoznak a diákok? Mivel nem áll rendelkezésre olyan sok robot, hogy egyes gyerek egyedül tudjon dolgozni vele. Nyilván a programírásnál még egyedül kell kigondolnia, de amikor egy versenyről van szó, és ott komplex feladatot kap, ugyanúgy, mint a valós életben, ott bizony elengedhetetlen, hogy csapatba dolgozzon. Tehát amikor egy feladatokra bontjuk le az oktatást, akkor nyilván egyéni munka van, de amikor egy versenyben már komplexen nézzük azt, hogy mire jutottak, és minél közelebbi legyen a gyakorlati élethez ez a kihívás, meg ez a verseny, akkor már igen, akkor nélkülözhetetlen. Hogyan kell elképzelni a LEGO Robot módszer bekapcsolását az oktatásba? Tehát hogyan épül egymásra, hogy ez óvodában kezdődik, iskolában kezdődik, kamaszkorban kezdődik? Megvan ennek a módszertana, hogy hogyan lehet használni? Igen, igen. A LEGO-nak, ez a LEGO Education kifejezetten ilyen szekciója foglalkozik az oktatásba való bevitelével ezeknek a játékoknak, és már óvodáskorban is megvan a neki megfelelő LEGO készlet. Utána idén jelent meg a Mortumát a LEGO módszertanával oktatni a matematikát első és második osztályban. Utána a LEGO Vidu 2.0-as változat, ott már motorok is vannak, és az már programozható, tabletről lehet vezérelni ezeket a kis robotokat. Szenzációs, nyilván annyira kevés építő elemben, amit egy kisgyerek még átlát, és utána jönnek ezek az LV3-as robotok, a LEGO Mindstorms robotok, a megfelelő ezekre a módszertanokra épült versenyekkel. Ezek szerint a módszertana és az eszköz készlete az gyakorlatilag megvan, kész van annak, hogy ezt a módszerként lehessen használni az iskolákban. Megvan-e a pedagógusok felkészültsége, hogy tudják ezt eredményesen alkalmazni? Még nincsen, de a főiskolán van egy akkreditált pedagógus továbbképzés mobil robotok az oktatásban, és ennek a továbbképzésnek az első csoportja ebben a hónapban végzett, egy 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésben vettek részt a jelentkezők.
szeretnénk, hogyha a közoktatás minél szélesebb körét meg tudnánk ezzel szólítani. Most a városban, itt Tatabányán több általános iskolának a tanárai vettek részt a város támogatásával, illetve alapítványok támogatásával. Mennyire hozzáférhetőek ezek az eszközök az iskolák számára? Hát sajnos a Legót tudjuk, hogy nem túl olcsó, de szeretnénk, hogyha minél többen hozzájuthatnának, és olyan pályázatok vannak, amikkel, ha pályáznak az iskolák, akkor előbb-utóbb robothoz is jutnak. Szeretnénk, hogyha a közoktatásban ez kormányzati szinten is minél nagyobb támogatottságot nyerne, illetve az, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg ott is az ebben rejlő lehetőségeket, meg azt, hogy kidolgozott oktatási programok vannak ezzel kapcsolatban már. Vannak-e Magyarországon már jó gyakorlatok? Vannak-e olyan iskolák? Mennyire elterjedt ez a módszer? Igen, vannak. Már a First Lego League, az az FLL, egy másik nagy nemzetközi Lego robot programozási verseny, de itt a Dunántúlon ez még csak a tavalyi évben került először megrendezésre. Az Alföldön, Debrecen, Szeged és Budapesten volt már ilyen Lego robot programozási verseny. Most nem véletlen, hogy Debrecent említem, mert Debrecenben a National Instruments az, ami az LV3-as robotoknak a vezérlő egységét fejleszti, tehát a szoftver fejlesztése, amivel ezeket a robotokat programozzák, az Debrecenben történik. Itt Magyarországon azért köztudott, hogy a magyar informatikusok, programozók, azok világ színvonalúak, és a magyar kreativitás az közismert, azt hiszem. Tehát a National Instruments-nek mentor programja is van több éve. Itt a Dunántúlon esetleg azért nem tudunk róla, mert a környező településeket érik el inkább. Nyíregyháza, Hajdúböszörmény. Az, hogy a matematikát Legóval tanítják, ez most novemberben indult az első ilyen oktatási program. Nagyon-nagyon jó visszajelzésekkel, és már várják a tanárok a következő oktatási programot. Ugye első-második osztályban kidolgozott ennek a módszertana, és igényelnék is, hogy negyedik osztályban hogyan tovább, de itt már azért elég szabad kezet ad a Lego abba, hogy ennek alapján azért legyen valami önállóság is, hogy az egyéni színvonal alapján, meg az egyéni igények alapján a tanárok kreativitására bízzák, hogy hogyan tovább. A hétvégén pedig itt a Nemzeti Bajnokság. Mit kell tudni erről a versenyről? Iskolák indulnak, korosztályok indulnak, két napig zajlik majd. Igen, egy ilyen verseny kiírása az februárban történik. A kihívásoknak a szabálya az meglehetősen bonyolult, elég nehéz, komplex feladat. A csapatok több hónapig készülnek erre a versenyre, építik az adott kihívásra a konstrukciójukat, annak megfelelően, hogy milyen pontszámokat, milyen kihívásokat kell megoldani, és az adott konstrukcióra utána a programírás történik. A verseny az kétnapos, az első napon csak az építés van, a második napon vannak a robotmenetkörök. Az első napon a megadott szabályokhoz még egy plusz meglepetés szabály is társul, amivel pontokat lehet szerezni. Adott esetben lehet, hogy a konstrukción is érdemes változtatni.
hogy megoldja ezt a feladatot, és utána a második napon vannak a 2 perces robotmenetkörök. A csapatoknak az első napon teljesen szétszedett állapotból kell a robotokat újra felépíteni, 25x25x25-ös kockába kell beleférni ezeknek a robotoknak, és csak egy vezérlőegységgel rendelkezhetnek. Tehát nem attól lesz valaki első, hogy mennyivel több pénzt tesz bele egy ilyen robotba, hanem a kreativitástól. A környékbeli iskolákból, Tatabányáról, Tatáról, esetleg kis települési iskolákból indulnak-e most a hétvégi versenyre? Igen, a tavalyi évben is már indultak több csapat is. A városból, a Bárdos gimnáziumból indul egy olyan csapat, akik tavaly is harmadikok lettek a saját korosztályukban. Tatáról a Református gimnázium indít több csapatot is. Aztán a Tatai Ötvös gimnáziumnak lesznek csapatai. Általános iskolások közül a Vértesszőlősi általános iskola indul idén is, és tavaly is indult ezen a versenyen, nagyon szép eredménye, illetve a Herman Otto általános iskola indít most egy csapatot, ők is voltak már tavaly is. Ha valaki a hétvégén a Vértes Agórájában rendezendő versenyen kíváncsi lenne a LEGO robotokra, mikor menjen, mikor a leglátványosabb a verseny? A második napot ajánlanám, az egész nap robotmenetkörök lesznek, 2 perces robotmenetkörök, a színház teremben lesznek ezek a versenyek, 3 versenyasztalon, 1 a JHS korosztálynak és 2 a HS korosztálynak, párhuzamosan fognak futni, és hát a szinte színházi élményben lesz része az odalátogatóknak, vagy lehet, hogy nem színházi élményben, inkább egy sportarénához hasonlítanám. Lehet izgulni is nekik, hogy teljesítik a 2 perces robotmenetköröket. Idén 45 csapat indul a nemzeti bajnokságon 2 korosztályban. A hétvégén, június 3-án szombaton érkezik a verseny a közönség számára is igazán izgalmas részéhez. A LEGO robotokat működés közben láthatja majd a nagy érdemű. Az Agórában délelőtt 10 órától. Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. A közéleti kerekasztal témája, tegnapi képviselőtestületülés határozatai és azok háttere. Stúdió vendégeink pedig a pártok jelölő szervezetek képviselői. Köszönöm szépen, hogy elfogadták megkívásunkat. Király István, a Jobbik önkormányzati képviselője, munkai elfoglaltság miatt ma nem tud jelen lenni. Az igazsághoz még annyit hozzá kell, hogy fűzzek, ezt az adást felvételről látják. 22 napi rendi pontot tárgyalt meg a képviselőtestület, rövid szünet után 12:30-kor fejezték be a munkát, ezúttal is a rendeletalkotással kezdődött a teendőjük, és először a 2015-ös év zárszámadása volt a napi renden. A polgármester asszonyt kérdezem, milyen volt a 2015-ös év? Úgy gondolom, hogy a 2015-ös év várakozáson felüli volt, hiszen egy nagyon szoros, következetes költségvetést terveztünk. Ennek oka az volt, hogy 5 nagy pályázatunk futott, és 2015-ben zárt. Többek között a Kossuth tér, ugye mi a legjelentősebb, legnagyobb kiadást jelentette az önkormányzat számára, és ezért minden egyes forintra igyekeztünk úgy odafigyelni, hogy mind a kötelező feladataink, mind a vágyaink tudjanak teljesülni, és úgy gondolom, hogy kitűnően például a hivatal apparátusának tényleg fegyelmezett és odafigyelő munkáját, az adóbeviteleink a várthoz képest 7%-kal emelkedtek, tehát 124 millió forinttal több adó folyt be, ami nem abból származik, hogy az adózók számát növeltük, hanem ennyivel több volt a teljesülés, ennyivel több volt a teljesítés az ügyfelek részéről, másrészt pedig ez abból fakadt, hogy ellenőrzéseket végeztek a kollégáink, és ezek eredményesek voltak. Én azt gondolom, hogy ez a költségvetés lehetővé tette, hogy a 15-ös évben tényleg a vágyaink megvalósuljanak. Nagyon jó áthozattal érkeztünk 2016-ra, és ennek köszönhetően a 2016-os évet egy stabil alapokon tudtuk megindítani, és a következő pályázati ciklusra rá tudunk készülni, ami talán leginkább a
a most előkészítés alatt álló, de igen nagy érdeklődése számot tartó beruházások kapcsán fogják majd a tataikat inkább érinteni, így gondolok az építőparki fejlesztésre, vagy majd úgy is ki fogunk térni, mert előterjesztési anyag volt ez az úgynevezett CLLD pályázati lehetőség is. Úgyhogy nagyon bizakodva nézünk 2016-os év elé. Köszönöm szépen, ellenzéki szemmel, milyen volt a 2015-ös év költségvetése? 2015-ös költségvetés végrehajtása. Tulajdonképpen azt mondom, hogy jellemezte azt a munkát, amit az elmúlt időszakban a jelenlegi vezetésre jellemző egyébként. Most, ha kicsit közelebb megyünk a számokhoz, néhány számot hadd mondjak, hogy hogy is alakult ez a dolog. Ugye vitatkoztunk, ha emlékszik főszerkesztésben, talán nézők is annak idején itt ebben a körben, hogy vajon végrehajtható lesz ez a költségvetés. Mondtam, hogy ez a költségvetés ilyen módon biztos, hogy nem fog végrehajtódni. Tulajdonképpen igazam is volt ebben, ezt persze lehetett látni ezekben a dolgokból. Én inkább nem főszámokat mondanék, hanem néhány trendet mondanék, hogy hogyan alakult. Ugye működés, fölhalmozás, fejlesztés, beruházás, hogy két nagy terület. Azt mondta a polgármester úr ma, hogy nagyon jól sikerült ez az év, mert hogy nagyon sok pénz jött be, teljesültek, stb. Ugye körülbelül 680 millió forinttal kevesebb forrásunk jött be a saját működési bevételeinkből, és az volt a szerencse egyébként, hogy ebben egy picit benne van az is, hogy a 2015-ös év volt az uniós fejlesztések zárásának a dolgai is, hogy viszont többletbevételek ezt ellensúlyozták. Ugye 100 millióval többet kaptunk a működésre, az általános működési feltételekre, és ahogy szóba került a helyi adóbevételek, vagy közszolgálati bevételek, ezek 140 millióval lettek többen. De igazán a nagy bevétel emelkedés az a tervezethez képest ez a működési, vissza nem térítendő működési támogatások, ez 360 millió forint volt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az uniós pályázatokhoz csatlakozó önerő pályázatoknak a hozadéka ez. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül, ha ezt a kettőt összeadjuk, egy 80 millióval kevesebb volt a működési bevétel. Kiadási oldalon pedig, ugye ott ezt vitattuk, hogy van-e tartalék a költségvetésbe, vagy nincs, igazán nem volt meg, hiszen ez a 680 millió lett volna annak és a fedezete. Nagyjából az előirányzatok működési területen úgy alakultak, ahogy a tervben benne volt. Egy 100-120 millióval több lett a dolgi költségek, ezt ugye meg volt a másik oldalról az állami támogatáson a forrása. A bérek, járulékok azok nagyjából ott, azon a szinten alakultak, és ugye igazán a lukat, ami az a 178 millió forintos nagyságrendű luk volt, azt viszont az adósságszolgálati terhek egy ilyen 200-valány millióval, 210 millióval csökkent az adósságszolgálati teher. Ugye a korábbi és a tervezésben még így szerepelt, hogy egy sokkal erőltetettebb, sokkal gyorsítottabb visszavétele lesz a visszafizetése lesz a korábban fölvett hitelnek. Ez át lett konvertálva ez a dolog, tehát végül is ilyen szempontból a működés nagyjából körülbelül azon a szinten alakult, ahogy terveztük. Egy külön kör, ami a fejlesztésekkel, a felhalmozással kapcsolatosan érdekes történet, ugye azt mondta a polgármester asszony, hogy ugye nagy siker volt a fejlesztések. 520 millióval kevesebbet fordítottunk fejlesztésre, a beruházásokra egész pontosan, mint ahogy ez tervezve volt. Ennek a zömét, 510-1-néhány millió forintot ezt az uniós pályázatok ennek a kiadása elmaradása jelenti. Ugye ebben két dolog van benne. Egyrészt bizonyos, még a tavalyi évre tervezett kifizetések átcsúsztak erre az évre, illetőleg néhány beruházás, és ez nem rossz egyébként, néhány beruházás olcsóban valósult meg, tehát nyilván az előirányzathoz képest nem így valósult meg. Ami külön érdekessége ennek az egész történetnek, hogy körülbelül olyan 110 millióval többet költöttünk, mint a tervezett volt, miközben körülbelül a beruházásokban egy ilyen 110 millió forintos nagyságrendű elmaradás volt. Ha a felújításokra megyünk vissza, hát egy 100 millióval körülbelül maradtunk el,
a tervezethez képest. Itt is ugyanaz jellemző egyébként, hogy egy ilyen 30 millióval többet költöttünk a tervezetnél, tehát ezek előre nem tervezett feladatok voltak. A másik oldalon viszont nagyon érdekes, egy ilyen 130 millióval körülbelül kevesebbet valósult, és ez fáj nekem a legjobban igazán, hiszen ennek a 130 milliónak az a 44 millió az út, 55 millió egyéb infrastruktúrális fejlesztések voltak, járda építés, közel egy ilyen 10 millió játszótér építés, tehát így adódott össze. Összegezve tehát azt lehet mondani, és azt mondtam, hogy nagyon nagy meglepetés nem okozott, hiszen azt mondtam, és ez már az elmúlt évek gyakorlata a jelenlegi vezetésnél, hogy egy részét a feladatoknak fölírjuk a táblára, aztán nem egészen úgy hajtjuk végre, más feladatokat találunk ki. Én ezt azért tartom gondnak egyébként, erre hívtam fel a figyelmet a testületülésen is, hogy olyan város üzemeltetéshez kapcsolódó beruházások, felújítások maradnak el, azért, hogy az bizonyos értelemben az Európai Uniós pályázatok prioritása meglegyen, amit hosszú távon, most már ugye 2008 óta folyamatosan ezzel a problémával állunk szembe, ezt hosszú távon nem lehet megtenni. Tehát néhány, tehát az útépítésbe, járdaépítésbe, csapadékvízelvezetésbe, ezekbe az ügyekbe dolgozni kell. Köszönöm. Képviselő? Alapvetően egyetértünk egyébként, tehát valóban így van, hogy minden évben a költségvetés tervezésekor nagyobb összegű bevételt tervezünk és nagyobb összegű kiadást tervezünk. Én úgy gondolom, ez természetes és így is kell lennie, és eddig minden évben így is volt, hiszen ahhoz, hogy a pályázatok jól működjenek, ne akadjon meg költségvetési probléma miatt, emiatt szükséges ez. Aztán, hogy melyik pályázat hogy alakul, nyilván ez sok mindentől függ. Például beszélt a képviselőtársam is arról, hogy áthúzódó kiadások is vannak, tehát én ezt rendnyilvánulnak tartom. A másik dolog, ami észrevehető, hogy a költségvetések minden, ha az éveknek a költségvetéseit összehasonlítom, tehát akár az elmúlt évekét, van egyfajta hullámzás benne, az szerint, hogy a nagy pályázatok, a nagy beruházások azok hogyan alakulnak, és a fizetési kötelezettségeink mikor keletkeznek. Ugye itt mondhatjuk azt, hogy nagyjából ugye a politikai vita mindig azon van, hogy mire költsük a pénzt. Nyilván talán szembe lehetne állítani két dolgot, az egyik a nagy beruházások, ami egyszerre nagy összegű kiadást igényel, és egyszerre sok embert érint, és vannak az idézőjelbe téve apróbb kiadások, járda, út, ilyesmi, ami viszonylag kisebb kiadások, kevesebb lakost érintenek, viszont hogyha összeadogatjuk a város különböző helyein, összességében ezek is azért nagy összeget tesznek ki. Most nyilván, hogyha amikor fut egy pályázat, mondjuk a Kossuth tér, ez volt a legutolsó, legnagyobb pályázat, itt nyilvánvaló, hogy nem akaszthattuk meg ezt a pályázatot, óriási összeg lett volna visszafizetni, ha nem is tudtuk volna, tehát nyilván, hogy ez elsőbséget élvez. Most egy olyan időszak van, egyébként ez a 2016-os évre vonatkozik, amikor már a nagy pályázataink nagy része megvalósult, tehát azzal kapcsolatban már viszonylag kevés költség lesz. Az elkövetkezendő pályázatok egyébként, ami van, csak nyilván az eddigiekhez képest kisebb költségvetésű lesz, ilyen például a sportcsarnoknak a második üteme, a Kálváriára, most nyújtottuk be a pályázatot, a kőfaragóházra, aztán az építők parkja, a tiszti klub, tehát vannak ilyen terveink, folyamatban van, azonban ezek még kis költséggel járnak a 2016-ban. Tehát most ebben az évben az valósul meg, ami hiányolt képviselőtársam 2015-ös költségvetésből, hogy ezekre a járda útfelújításokra viszonylagosan kevesebb jutott, persze ezt is igyekeztünk teljesíteni, amennyire lehetett, most ebből többet fogunk teljesíteni. Tehát összességében mondhatjuk azt, hogy akár a 2015-ös, akár a 2016-os évi költségvetési tervünk is biztonságban van, ez most már hosszú évek tapasztalat alapján bevált, így működik. Még mindig költségvetés, tavalyi év költségvetés hetében. Nagyon örülök, hogy előkerült az út és a járda.
probléma, és ezeknek a problémáknak a megoldása. Egyrészt ezek a feladatok részben hozzám tartoznak, úgyhogy meg tudok nyugtatni mindenkit, rengeteg szerződésünk van lekötve kivitelezésre. Ezek a szerződéseknek, míg odáig eljutunk, hogy szerződést tudunk kötni, számos előfeltétele van. Utat nem lehet csak úgy építeni, hogy valamit kijelölünk, és akkor itt útépítés fog kezdődni. Azt meg kell terveztetni, le kell engedélyeztetni. Ezek engedélyköteles tevékenységek, meg kell szerezni hozzá a szakhatósági hozzájárulásokat is, és természetesen az ősz végétől tavasz végéig nem lehet utat építeni, mert nincs értelme, ugyanis az akkor elkészített útfelület már a telet nem fogja kibírni, hiszen nem nincs meg a kötési idő és a kötési hőmérséklet. Tehát ebben a 2015-ös évben arra koncentráltunk, hogy amelyik terveink megvoltak és engedélyezési eljárásunk ki tudott futni, azokat az utakat megcsináltuk. És előkészítettük azokat az utakat, amiket 2016-ra előirányoztunk, hogy meglegyenek, tehát megvannak a szerződések, megvannak az engedélyek, a kivitelezőket kiválasztottuk, és ezek az útépítések nem sokára el fognak kezdődni. Ami még itt elhangzott a teljesülésekben, a kiadások oldalán, illetve a bevételek oldalán, a tervezett bevételeinknek a 98%-a teljesült, a kiadásainknak meg a 95%-a. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon jól mutatja, hogy lényegében pozitív eredménnyel fordultunk 2016-ra. Másrészt pedig, mint minden család életében, ugyanilyen az önkormányzat, csak sokkal nagyobb számokkal dolgozik, előfordulnak váratlan helyzetek, amikre jól kell tudni reagálni. De amíg egy családnál lesz könnyebb, mert ugye ott 2-4-5-6 szereplős egy család élete, addig az önkormányzatnál természetesen több feladat van, tehát ezeket lekövetni sokkal nehezebb, de én úgy gondolom, hogy a költségvetési zárszámolásunkban bizonyította, hogy 2015-ben jól lekövettük a változásokat, és bizony vannak áthúzódó tételek, de vannak pozitív áthúzódó tételek is, ilyen volt, ha már a Kossuth tér ennyiszer előkerült, annak az elszámolása is, mert ugye november 30-al zárt maga a projekt és az elszámolás, és mire a kifizetés megtörtént, az január második fele volt, tehát onnan még januárban 70 millió forintot visszakapott az önkormányzat, mert tudni kell ezekről a pályázatokról, hogy döntő többsége előfinanszírozású. Tehát amikor a pályázat sikeresen zár, akkor az ellenőrzés megtörténik, és akkor engedélyezik a kifizetést a közreműködő hatóságon keresztül. Tehát ez a kifizetés megtörtént, egyébként múlt héten volt a Kossuth térnek az első utóellenőrzése, amit nagyon jó minősítéssel sikeresen teljesítettünk. Én úgy gondolom, hogy ez is bizonyítja azt, hogy ez a Kossuth tér az embereknek tetszik, a munka pedig, ami mögötte van, az irányító hatóság és az ellenőrző hatóság által is elismert. Így én itt is szeretném megköszönni a kollégáimnak, mert nagyon sok munkájuk volt benne. Tényleg éhen-nappal ezzel a projekttel foglalkoztak, és nem sok beruházás valósul meg 6 hónap alatt, pláne úgy, hogy a magának a tér belsőnek a kialakítása 4,5 hónapos kivitelezői munka volt, ami szerintem az országban is nagyon kevesen tudnak teljesíteni, példaértékű volt, és ezt megkaptuk szövegetésben is az irányító hatóság ellenőrzése során, hogy ezt nagyon szépen köszönjük. Képviselő? A polgármester azt mondja, elfelejtettem mondani, hogy ez a 98%-os teljesülés, ez a február 24-i költségvetés módosításnak a teljesítmény száma. Ugye ez arról szól, hogy már próbálunk az elszámadásra ráállni, hiszen egy sor egyeztetés van az államkincstárral, tehát ezek a számok már nem indiferensek. Amiket én elmondtam, azok az induló költségvetési számok voltak, vagy jelentős eltérések vannak. Igazán a hektikussága, a feladatválasztásban a hektikussága az, amit én mindig fölvetek, hogy ugye azért menet közben nem derülnek ki, tehát nem derülhet ki egy végig gondolt költségvetési tervezésnél, mondjuk, hogy a felújításoknál szó volt, ugye, hogy a 15 millió forintért napközis tábort csinált, az nyilván nem januárban, márciusban kell normálisan az embernek eszébe jutni, hogy ilyeneket meg kell csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy a tervezhetőség és a kiszámíthatóság az nagyon fontos, hiszen nem csak rólunk van szó, képviselőkről, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a városban élők, vállalkozóknak azért nagyjából tudni kell, hogy a fejlesztések milyen irányba fognak elmenni. Tehát ezt amikor ugye 86-szor kiírjuk a táblára, hogy ezt megcsináljuk, ugye elmarad, tehát nehéz ehhez egyébként igazodni. Kossuth térrel kapcsolatosan én nem azt a vitát nem akarom fölnyitni, hogy vajon ez volt a legfontosabb beruházás, és ennyiért, amit meg kellett valósítani.
Ezt nyilván eldönti mindenki saját maga. De azért az hozzátartozik, hogy 2008-ban pályáztunk erre a beruházásra, és tényleg rólam léptek el, az utolsó pillanatban lett megtéve források. Ugye azt mondjuk, ha valamit komolyan akarunk, akkor nyilván ez a szükséges forrásokat össze kell gyűjteni. Összességében én azzal viszont egyetértek, hogy ennek a költségvetésnek a végrehajtása, és szintén nem arról szólt a történet, hogy az önkormányzat csődbe fog jutni, hanem ténylegesen, hogy azokra a költségekre jut-e elég pénz, amiket fontosnak tartunk. Itt elsősorban a működés és a felhalmozásnak az arányait hogyan tudjuk alakítani, de amit akartam mondani, és amivel egyetértek egyébként, hogy nem kis munkája volt, nem csak a fejlesztési kollégáknak, hanem a pénzügynek is, hogy ezt a hektikusan, gyorsan változó ügyeket, hogy most ne ezt csináljuk helyette, azt akkor miből forrás, ugyan a tartalék meg a bevételek még nincsenek meg, de előirányzatot kell képezni, azt hogy tegyük. Tehát én azt gondolom, hogy a pénzügyi iroda erőfelül teljesített ahhoz, hogy egy viszonylag konszolidáltan zárható beszámolót tudjunk elfogadni. Igen, léphetünk tovább. Akkor a következő olyan napirendi pont, ami végül is a képviselőtestület elé került, az kicsit kapcsolódott ehhez is, meg részben már érintettük, és ez az integrált településfejlesztési stratégia 3. akcióterületének módosítása. Ez is nyilván valamilyen előrelépést mutat, nyilván, hogy egyfajta módosításra is szükség volt, de azért fordítsuk le ezt magyarra, hogy a tataiak is így értsék, hogy miről döntöttek ezen a napon. Tehát ennek az a háttere, hogy az önkormányzat pályázott zöldváros kialakításának a lehetőségére, és ennek a pályázatnak ez a feltétele, hogy egységes kezelés alatt legyen az a terület, amelyik ugye az építők parkja, és az építők parkja környéki terület, ugye ott a parkolási gondoknak a hát minőségi parkoló kialakítása, és részben a parkolási gondok megoldása érdekében. Ja, van egy ilyen úgynevezett integrált településfejlesztési stratégiánk, amiben ilyen akcióterületek léteznek, és emiatt volt szükséges az, hogy az a terület, amit most itt a pályázaton belül fejleszteni akarunk, ez egy akcióterület legyen, és ennek a módosítása történt, tehát egy jóval nagyobb akcióterület alakult ki, és ennek bízunk benne, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy egyrészt az építők parkja megújul, amit most is rengetegen használnak, csak ezután hát még egy magasabb színvonalú helyen és jobb szolgáltatásokat kapnak az emberek, illetve, és ami még mindig kérdéses, hogy a parkolási gondok is enyhülnek, még a hétvégi jó idő, tehát amikor jó napsütéses idő van azokban az időszakokban is. Ebben volt vita különösebb? Nem, hát hiszen ez egy belépő feltétel, hogy az integrált településfejlesztés vagy városfejlesztés stratégiába benne kell szerepelni azoknak az akcióterületeknek, amire pályázunk, mert ez nincs benne, akkor nyilván sokkal nehezebben lehet nyerni, tehát ezt meg kellett lépni, támogattuk mi is. Rém egyszerű lesz a kérdés, előtte beszélgettünk nyilván, hogy miről essék szó, és az volt az egyik kardinális, hogy mi lesz a kerítéssel, alpolgármester asszonyt kérdezem, és akkor meghagyom azt a feladatot is, hogy akkor tessék szes lenni elmondani a történetet az elejétől. Igen, ezt azért kértem, hogy beszéljünk erről a témáról, mert nagyon sok jelzés érkezett hozzám személyesen is, hogy a Környei úti temetőnek sajnos az egyik oldalfala a nagy viharban kidőlt. Azért gondoltam, hogy ez a téma fontos lehet, mert egyrészt látványában természetesen nem szép, másrészt pedig mindenképpen meg kell oldani, és egy megerősített falat kell majd emelni ugye a temetőnek a védelme érdekében. De azért, hogy egy kicsit beszéljünk, hogy mit is jelent egy viszmajor támogatás, mi minősül viszmajornak, és lássák a kedves tataiak, hogy ebben mennyi munka van, és hogy lehet egy ilyen tényleg adhok helyzetet a lehető legrugalmasabban kezelni. De megtörtént sajnos ez a falomlás, ami körülbelül 4,5 millió forintnyi kárt jelent. Van egy viszmajor alap, amihez pályázni lehet. Ez az alap 70%-os támogatást tud nyújtani, a bekerülési költségek 70%-át tudja odaadni. Azért viszmajor a neve, mert nem várt baleseti helyzetekre, nem várt események következtében bekövetkezendő károsodásokra
specializálódik, ami tipikusan egy ilyen viharkát. És úgy gondoltuk, hogy mindenképpen a téma jellegére való tekintettel nem két ülés közötti anyagnak való. Tehát ez egy olyan súlyos probléma, amit mindenképpen tárgyalni kell, beszélni kell róla, és úgy kell róla döntést hozni, hogy annak meglegyen a megfelelő szakmai és anyagi háttere is. Tehát lényegében a 4,5 millió forintnak a 70%-et, tehát 3,1-2 forintot, ha jól emlékszem, annyit lehet majd reményeink szerint ebből az alapból erre megigényelni. A munkátokat természetesen el fogjuk kezdeni, megkezdődtek a tégláknak az összeszedése, hiszen az a járdálás sajnos oda arra a részre is kihullott, tehát mindenképpen a szükséges mentési munkálatokat elvégezzük, és a falazási tevékenység is nem sokára meg fog történni. Nem akartam elbagatelizálni a kérdést, de felvetődött az is, hogy akkor a járda hol lesz? Marad ezen az oldalon, vagy lesz járda, vagy mi lesz a járda? Lesz járda. Ennek a körzetnek a képviselője Vicelné Cégény Ágnes, aki rettentően odafigyel az ő körzetében élőknek az igényeire. Nagyon sokszor hozza fel a járda kérdést, és egyeztetés alatt van egyébként. A járda szakasznak egy része már elkészült, ezt már többen észrevették, a másik szakaszt folytatni fogjuk. Mindenképpen meg kell oldani a temetőnek a megfelelő megközelíthetőségét, a temetőfalát ugye meg kell erősíteni, és bizony el kell indulni abban az irányban, hogy ez a temető struktúrájában, szerkezetében és külső megjelenésében is egy méltó színvonalat kapjon, amihez természetesen az önkormányzatnak hozzá kell tennie a magáit. Igen. Emlékeim szerint beszéltünk arról már egy korábbi adásban, amikor a busz megálló áthelyezése volt, hogy ugye egybe próbáljuk megoldani, hogy a parkolás ugye ott a Kótói Anna utcában szemben lévő oldalbejáró, az meglehetősen balesetveszélyes parkolni, és a többi. Ezért a parképítő bejáratától szeretnénk nyitni egy kaput, és akkor onnan ott abban a parkolóban, ami a parképítő előtt van, mert a húsüzem körül, tehát ott azért lehet parkolni, tehát egy viszonylag kiszámíthatóbb helyzet lesz. És hát természetesen mi is támogattuk azt, hogy ha külső forrás lehet bevonni, és a Viszmajor az ilyen, akkor tegyük meg, és hát kiméljük a saját forrásainkat. Zárszámadás kapcsán már említeni tetszett, ez pedig nem más, mint egy másik fejlesztés, amely hát megint a közeljövő egyik nagy dobása, szabad így fogalmazni, ez nem másról szól, mint a helyőrségi klubról, de mi is ez valójában, és miért kellett ez most képviselőtestületi döntés? A helyőrségi klubot a Magyar Honvédségtől kaptuk meg, mindenki tisztában van azzal, hogy az épület adottságai kiválóak, de sajnos állapota nem éppen teszi lehetővé a kellemes és jó hasznosíthatóságot. A másik probléma pedig a városban a könyvtár helyzete. Nagyon sokan járnak a könyvtárban, de sajnos már mind területében, mind az épület állapotából kifolyólag igen nehézkesen tudnak ott az emberek tényleg a könyvekhez hozzájutni. Sajnos az ablakok, nyilászárók nem megfelelő állapotúak. Próbálunk mindent megtenni azért, hogy az épület használhatóságát fenntartsuk, de a művelődési ház sajnos struktúrájában erre a tevékenységre nem igazán megfelelő otthon. Örömmel értesültünk arról, hogy kiírásra került egy ilyen pályázat, bár ennek még csak az első lépéseit látjuk, mert a pályázati kiírás egyelőre még a regisztrációról szól. Volt egy tájékoztató, ami arról szólt, hogy az első körös pályáztatás majd június 30-áig le fog zajlani. De lényegében miről is szól ez a pályázat, egy pár szót ejtsünk róla. Úgy kell elképzelni, mint egy puzzle-t ezt a pályázatot. Nagyon épít a helyi szerzetekre, a helyi adottságokra. Elvárja ez a pályázat, hogy a civil szféra, a közszféra és a gazdasági szféra összefogjon egymással, és egy olyan célért küzdjön, amelyikben mindegyik oda tudja tenni a saját részét. Amikor ezt a regisztrációs pályázati kiírást megláttuk, elkezdtünk gondolkodni abban, hogy hogyan tudnánk összefogni a civil szférát és a gazdasági szférát az önkormányzat lehetőségeivel. És úgy gondolom, hogy nagyon jó partnereket találtunk. Úgy gondolom, hogy az elképzelés
abban az irányba mutat, amit mindenki magáévá tud tenni. Ezt egyébként holnap lesz egy alakuló ülésünk, amikor végig tárgyaljuk, hogy ki hogy tud hozzájárulni ehhez a pályázathoz, mit lát benne, amit sajátjaként tud tekinteni, és sajátjaként tud megvalósítani ebben a pályázatban. És ezzel reményeink szerint lehetővé válik az, hogy felújítsuk ezt az épületet, a könyvtárnak méltó helyet adjunk, emellett abban létrehozzunk egy, nevezzük lobby kávézónak, egy olyan kávéházat, ahol a cégek össze tudnak jönni, ahol tényleg egy kis inkubátorszerűen el tudnak indulni, tudnak tartani szakmai összejöveteleket, esetleg konferenciákat, emellett a civil szféra be tud csatlakozni, nekük is lenne némi otthonuk, mert nagyon sokan küzdenek azzal, nincs hely számukra, ahol össze tudnak jönni, ezért mindig máshol kell nekik éppen adott időben, ha van lehetőség elvonulni, így lenne számukra egy olyan élettér, amiben ők ki tudnának bontakozni. És ezekhez kapcsolódóan mi nagyon várunk minden olyan ötletet, ami a helyi közösségi életet megmozgatja, kis pluszt ad, és viszi előre a tataiságot és a tatai életszemléletet. Egyébként még annyit megjegyeznék, hogy ezzel a pályázattal elnyerhető pályázati összeg, ez 800 millió forint, és vissza nem térítendő támogatás. Tehát ez egy 100%-os pályázati pénzt jelentene, önerőt nem igényel. Igen. A Ronda CLLD, ugye a neve ennek, ez egy angol szó, tulajdonképpen közösségi indikáció, közösségi kezdeményezésű fejlesztésekről szól. Ugye ennek részben beruházási, részben pedig közösségi életet erősítő irányai vannak. Hasonlóképpen működik egy kicsit, mint a talán jobban ismerik a Leader volt, csak hát ugye mi Tatán nem tudtunk, hiszen ez alapvetően a vidéki községi közösségek erősítésére szolgáló programja volt az Európai Uniónak. Ez most tényleg egy olyan program lenne, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a civil szervezetek, illetve a civil szféra egész pontosan, ne csak a költségvetési szervek indikációja vagy kezdeményezése legyen, hanem legyen egy szélesebb platform. Ugye most létrejött ez a konzorcium. Én nekem igazán egy kifogásom vagy egy gondom volt ezzel a történettel, ezt nem bizottságülésen erről beszéltünk is polgármester úrral, hogy a tekintettel arra, hogy ugye ez a pályázati lehetőség, ez nem csak a tiszti klubról szól, és nem csak az ott kigondolt ügyekről, hanem nagyon sok minden másról is. Tehát, hogyha most ezt a konzorciumi formával elindulunk, az ne jelentse azt, hogyha valamelyik civil szervezet, akár gazdasági egység, vagy közösen úgy gondolják, hogy más projekteket meg akarnak valósítani, akkor legyen lehetőségük csatlakozni ehhez. Mert ez kiválasztódott valamilyen rendszer szerint, alapvetően én úgy látom, hogy itt ugye a tiszti klubra fókuszálva lett a konzorcium, itt ahol kiválasztva, nem is jelentkezési alapon történt ez igazán. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez jól működhessen, és mondjuk minden olyan lehetőséget megtaláljunk, vagy próbáljunk kihasználni, akkor arra is kell lenni, hogy nyitott legyen. Ma ez a testületülésre elhangzott, azért nem tettem föl külön kérdésként, a polgármester elmondta, hogy ő úgy közelíti meg, mármint az önkormányzat, mint konzorcium vezető, hogy ténylegesen nyitott legyen, és legyen lehetőség más projekteket is befogadni. Igen. Egy-két gondolatot hozzá, hogy teljesen azok számára is világos legyen, akik így most csöppentek be ebbe a témába. Tehát itt elhangzott a regisztráció, konzorcium, hogy mi is ez. Hát ugye itt a pályáztatónak a felfogása szerint, ahogy képviselő Ákos elmondta, hogy az a célja, hogy a helyi közösségi életet feljelezte. Mi önkormányzatosok egy kicsit most úgy csöppentük ebbe bele, hogy van egy tiszti klubunk, amit megkaptunk a Honvédségtől, és valamire kell használni. De igazából a pályáztatónak a gondolkodás módja helyes és logikus. Tehát fejleszteni kell a közösségi életet a településen, és mellesleg ahhoz, hogy a közösségi élet fejlesz, mellesleg legyen egy olyan helyiség, épület, ahol ez megvalósítható legyen. És akkor így csatlakozik a két érdek egymáshoz. A pályáztatónak az a feltétele, hogy akciócsoport alakuljon, ugye érthető módon, hogy fogjon össze az említett három szféra, és arról is döntöttük többek között, hogy ez az akciócsoport konzorcium formájában működjön, és arról is döntöttünk, hogy ez jobb is, hogy én mondom, és nem Henrietta, hogy Beró Henrietta társam legyen az önkormányzat részéről ebben a konzorciumban a képviselő. És
ugye így szeretnék megvalósítani azt, hogy valóban a Tiszti Klub ne csak hát ilyen-olyan okok miatt valahogy felújításra kerüljön, hanem tényleg úgy működjön, hogy az a tataiak, az a tatai közösséget, nyugdíjas klubot például is szolgálja. Milyen fázisok vannak, milyen határidők? A határidők nagyon szorosak jelenleg. Egy dologra még visszatérnék, mert pont hozzám érkezett ez a megtisztelő levél. Domonkos Ágnes vezette egyesület bejelentkezett, hogy ők nagyon szeretnének ebben részt venni, és megkerestek engem vele, ami nagyon megtiszteltetés volt számomra, és nagyon jó érzés volt, és természetesen ők is partnerek lettek, tehát a kiválasztásban azért voltak, akik jelentkeztek is, a tagokká választottuk őket, de én úgy gondolom, hogy ahogy polgármester úr is elmondta, ez a projekt most így elindul, és utána, amikor már látjuk a pályázati lehetőségeket konkrétan, akkor természetesen a csatlakozásra van lehetőség és mód. A regisztráció az május végén zár, és az a regisztrációnak a jelentősége, hogy csak azok indulhatnak a pályázaton, akik érvényesen és sikeresen regisztráltak. Ez a regisztráció egy forma nyomtatványok mentén és egy forma, megkövetelt forma ülések szerint működik, tehát egy alakuló üléssel, konzorcium vezető megválasztásával és a konzorciumi elképzeléseknek a rögzítésével történik, amire forma nyomtatványok vannak. Ezeket be kell nyújtani elektronikusan, és amikor visszaérkezik a visszaigazolás arról, hogy befogadták a regisztrációt, akkor lehet a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmat összeállítani, amelynek a legalapvetőbb és a legfontosabb pontja egy stratégia összeállítása, ami az elképzeléseket takarja, és az elképzeléseknek a megvalósítási ütemét. És pont ezért jó az, hogy ez a pályázat ennyi féle társadalmi réteget, ennyi féle szektort egyesít, hogy mindenkinek az elképzelésének benne kell lennie, és ebből kell kialakítani egy közös célt. Én azt gondolom, hogy tényleg úgy működik, mint egy puzzle, itt mindenkinek hozzá kell tennie azt a munkát, amit ő vállalt, azt az elképzelést, amit ő szeretne megvalósítani, és ez csak együttműködhet. Egy jó hangulatú, szoros együttműködéssel, amivel egy nagyon szép képet lehet majd kirakni, és egy nagyon-nagyon jó dolgot lehet majd alkotni. Bízunk benne, hogy a regisztráció után sikeresen tudunk pályázni erre a lehetőségre. Több tájékoztató is elhangzott a képviselőtestület ülésen, az egyik az tulajdonképpen két tájékoztató volt, de egy témaköré csoportosul végül is az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, illetve a járási hivatal gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységéről szólt. Képviselő úr, milyen összegzést mondhatunk a két tájékoztató alapján? Összefoglalóan elmondhatjuk, és egyben mindjárt köszönetet is mondhatunk a járási hivatalnak is, és főleg a mi szociális alapellátóknak, hogy tényleg nagyon pontos és nagyon lelkiismeretes munkát végeztek a gyermekvédelem területén. Ugye külön kiemelném ebből az egészből azt, hogy az a szemlélet nekem rendkívül rokonszenves, amit önkormányzatunk már régóta követ, de igazából most egy szabályozási hátteret is tudtunk ennek biztosítani, hogy igazából a gyermekeket akkor védjük, ha a családokat védjük, és a családvédelem, a családok segítése és a gyermekvédelem az így már összekapcsolódik. Nyilván ez egy lépés csak annak érdekében, hogy a családokat megerősítsük, hiszen a családok, ha megerősödnek, akkor igazából ők elég erősek lesznek ahhoz, hogy a gyermekeikről gondoskodni tudjanak. Nyilván ez több összetevőtől függ, és ugye testületülésen nem, de a bizottsági ülésen hosszan beszélgettünk, és nem vitatkoztunk, inkább beszélgettünk erről, hogy látjuk ugyanakkor ebből a tájékoztatóból, hogy bizony vannak gondok a gyermekek ellátása körül. És hát, hogy milyen összetett dolog ez, egyrészt ugye a családok erősítésében biztos benne van a gazdasági anyagi háttér biztosítása. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak az önkormányzat feladata, de úgy gondolom, hogy azért ebben történtek lépések, például ugye a otthonteremtésnek a támogatása, vagy a családoknak a való segítség, a nyugdíjhelyteremtéssel kapcsolatos támogatások, tehát mind ebbe az irányba hatnak. Ugyanakkor van egy másik probléma, ami szintén fölmerült az ülésen, a mentális probléma. Tehát
hogy lelkileg az emberek, a családok, a szülők egyrészt nem vállalnak gyermeket, kevés gyermeket vállalnak, és a gyermeket vállalnak, kevésbé tudnak róluk gondoskodni, és ez a nehezebb része. És ebben mindannyian megegyeztünk, hogy összefogásra van szükség, összefogás nélkül nem lehet. Én ott megjegyeztem, hogy ebből viszont a történelmi egyházakat nem hagyhatjuk ki, ez a személyes véleményem, amire az önkormányzatnál volt már gyenge kísérlet, hogy az intézmény fenntartói szerepet esetleg átadjuk neki. De hát ugye ez az ismert okok miatt nem sikerült megvalósítani, de én úgy gondolom, ha ezt nem tesszük meg, és nem vonjuk be ebbe a történelmi egyházakat is, nem engedjük őket is közelebb a gyermekekhez, akkor bizony egy szélmalomharcot fogunk űzni. Igen? Én azt gondolom, hogy állami közösségi feladat, ez a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok ellátása, ebben mindenkinek lehet szerepe. Én azt nem gondolom, hogy az egyháznak ebbe irányítani kellene. Nyilván a saját karitatív tevékenysége kapcsán megteszi, amit meg kell. Összességében azt lehet mondani, hogy szerencsére mondhatjuk azt, hogy Tatán kialakult hagyományai vannak ennek az egész rendszer működtetésének, úgyhogy bizonyos értelemben le tudja követni a jogszabályváltozásokat, bizonyos feladatok máshova kerültek. Ugye egy részében a közigazgatás átszervezése kapcsán ugye a gyámhivatal elkerült tőlünk, bár az is igaz, hogy ugye korábbi időszakban a gyámhivatali feladatokat olyan módon látták el, hogy ugyanaz nálunk voltak a fizikailag az emberek, tehát munkaviszonyban az önkormányzat köztisztviselői voltak, de már a szakmai irányítást a megye látta el, tehát azért mondom, hogy a jogszabályi változások mentén is azt gondolom, hogy sikerült egy működőképes rendszert működtetni, létrehozni és működtetni, vagy átalakítani, ami azért a krízis helyzetben lévő gyerekeknek a problémáit többé-kevésbé tudja kezelni az iskolától, az intézményen, a rendőrségen, az együttműködő partner, az egészségügyi ellátó szervezeteken keresztül tudja működtetni. Szerencsére a krízis helyzetben lévő gyerekek száma nem nőtt, nem változik jelentősen, tehát ilyen értelemben azt mondom, hogy egy kiszámítható, kezelhető helyzet van. Ez egy másik történet, hogy összességében azokban a társadalmi, nagy társadalmi kérdésekben, a nagy ellátórendszerek működtetésében mi elégedetlenek vagyunk a jelenlegi kormányzati törekvésekkel, tehát mi sokkal inkább azt gondoljuk, hogy a segítség sokkal inkább személyre szólónak kell lenni, sokkal inkább jövedelemfüggőnek kell lenni, sokkal inkább célzottnak kell lenni, hogy azokhoz jussanak, akik leginkább rászorultak. Éppen vita keletkezett róla, hogy vajon az iskolai étkeztetésben sok-e, hogy hány százaléka vesz részt a gyerekeknek, vagy nem. Ugye itt az ingyenes étkeztetési lehetőségeket bővítette a kormányzat. Én azt gondolom egyébként, hogy azok a családok, akik képesek megfizetni a szociális ellátások költségeit, hiszen nyilván ezek alapvetően önköltséges nyersanyagköltségen számoljuk ezeket a költségeket, azok fizessék meg. Akik pedig rászorulnak, azok pedig nagyobb támogatáshoz jussanak, hiszen a GDP, ugye látjuk azt, hogy egy ilyen érzékelhetetlen mértékű növekedés, ez a néhány 1-2 százalékos GDP növekedés, ami tervezhető, az az állampolgárok számára nagyon nehezen érzékelhető, tehát ilyen helyzetben azért nagy szükség van arra, hogy olyan megoldások is szülessenek, amelyek célzottan jutnak el az emberekhez, legyen ez lakáshoz jutás, legyen az iskoláztatási támogatások, legyen az szociálpolitika más területen. Járási hivatal és az önkormányzat az irányú tevékenységében változás volt, említette, hogy törvényi változások miatt kerültek át feladatok. Milyen az együttműködés, milyen rálátást, tudnak-e kapcsolódási pontokat találni? Én úgy gondolom, hogy az együttműködés az nagyon jó. Valóban sok minden átkerült a járási hivatalhoz, természetesen ennek a finanszírozási háttere is átkerült hozzájuk, ami módosította ugye a költségvetésünket, de erről már beszéltünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ennek a két szervezetnek szüksége van egymásra. Mind a járási hivatalnak, az önkormányzatnak, mind az önkormányzatnak a járási hivatalra. Szerencsére az együttműködés nagyon jó, nagyon gyorsan tudunk reagálni adott krízis helyzetekre is akár, és azt gondolom, hogy ennek a munkának azért érzékelhető az eredménye.
Igen. Egy mondatot csak, ami közben eszembe jutott, hogy abban is ugye a bizottságunkban egyetértettünk és megerősítettük, hogy rendkívül fontos a jelzőrendszernek az erősítése, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy ne kalódjon el olyan gyermek, aki rászorul, és ne tudjunk róla. Tehát kerüljön be a rendszerbe, tudjunk róla, és így hatékonyabban tudunk neki segíteni. Csak információ, mert a jelzőrendszer alatt mit értünk? Hát az, hogy azok az érintettek, illetékesek, orvosok, a gyermekekkel foglalkozó emberek, akik hát közvetlenül találkoznak ezekkel a gyermekekkel, a szociális alapellátó fele jelezzék ezeket a problémákat, hogy tudjunk segíteni. Köszönöm szépen, hogy elmondták véleményeiket, nézőnek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok!